Mindkét csapat vereséggel kezdte a szezont, így a javítás szándékával léptek pályára a játékosok. Az első percekben még a vendégek vezettek, de a negyed végén már 9 ponttal jobban állt a Debrecen. A második 10 percben újabb 8 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda, így a nagyszünetre jelentősé nőtt a különbség. Fordulás után sem változott érdemben a játék képe, egy szorosabb negyedet követően tovább nyílt az olló a két csapat között, és a hazaiak végül 30 pontos sikert aratva szerezték meg első győzelmüket, míg a Nyíregyháza második vereségét könyvelhette el. Sok sokkal jobban kezdtünk, mint Kecskeméten, és valóban az első 7-8 percben az történt, amit mi akartunk. Sajnos ott a JC Eastman beütötte a harmadik személy hibáját, és ott bele kellett rotálni, pedig jó ritmusban voltunk, és onnantól sajnos elveszítettük a fonalat, és ami nagyobb baj, hogy utána nem is, nem is találtuk már meg sem a második fél időben sem. Ami nagyon nagy baj volt még, hogy nagyon sok lepattanót engedtünk, támolapattanót engedtünk a, a Debrecenek is ez úgy gondolom, hogy ezzel a szerkezettel, ami nekünk van, ez megengedhetetlen. Tehát ez abszolút koncentráció és, és akarat kérdésében maradtunk alul, mert, mert, úgy gondolom, hogy fizikálisan azért fel tudjuk venni velük a versenyt. A forduló további eredményei a következők. Szeged Kecskemét 69-77, Atomerőmérse Budapesti Honvéd 75-71, Körmend Zalaegerszeg 93-92, Szolnok Sopron 90-57, Szombathely Kaposvár 79-84 és Albafehérvár Oroszlány 106-39. A Nyíregyháza szerdán a szolnok olajbányát fogadja. Ami mindenféleképpen megengedhetetlen, hogy ennyi labdát eladjunk, tehát sokkal jobban kell, le kellene zárnunk a támadásokat, dobással kellene lezárni a támadásokat, hiszen az előtt labdából Esélyünk is pontot dobni, illetve nagyon nagy esély van, hogy, hogy a másik oldalon kosarat kapunk. Valóban a szónok nagyon jó ritmusban kezdte, egy nagyon jó csapat, abszolút bajnoki címre mennek, nagyon atletikusak. Úgy gondolom, hogy ha az előtt labdákat az lesz a kulcs, hogy le tudjuk kontrollálni, illetve a lepattanózást egára tudjuk hozni, vagy egy kicsikét megnyerni, akkor van esélyünk, de csak is ekkor. Tehát ha ezt a kettőt nem tudjuk megcsinálni, akkor nem, nem, vagyunk még olyan szinten, hogy ezek nélkül mi egy komoly csapattal felvegyük a versenyt. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks szolnoki olajbányász mérkőzés szerdán 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.